Rajzpályázat értékelése, egyre több az influenzás beteg, lassul az építőipar növekedése, Rózsa Sándor jegyző tájékoztatója. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 21-én 18 óra 5 perckor. Györffy István születésének 136. évfordulójának tiszteletére rajzpályázatot hirdetett a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola rendezvénysorozata. A Györffy Galéria rajzpályázat díjátadóján Erős Edit, az iskola pedagógusa elmondta, 74 diák a szilajpásztorok mellett a család kedvenc nótáját és a népélet hagyományos szokásait is megörökítette rajzain. Györffy István életének 136. évfordulójára meghirdettük a pályázatunkat, minden évben megtesszük ezt a Györffy-s diákoknak. Szilajpásztorkodás volt az egyik téma, a másik választható téma pedig a családunk kedvenc nótája volt. Rendkívül sikeres volt ez a pályázat, évek óta nem érkezett ennyi alkotás. 74 alkotás felelt meg a feltételeknek, és iskolánk úgy döntött igazgatónő támogatásával, hogy minden alkotó kisdiákot ajándékkal lepünk meg az idén. A népdalokat imádták a gyerekek, az alsó tagozaton tanuló diákok inkább népdalokat örökítettek meg, rendkívül változatos, de meg tudjuk, hogy mi az iskola kedvenc nótája, a hullaszilva afáról és az érik a szőlő, de ezen kívül mondókákat vagy dalokat is megörökítettek a gyerekek, a szilajpásztorkodás pedig mindig megfogja őket, és csodálatosan megörökítették a népi élet mozdanatait, úgyhogy büszkék vagyunk rájuk, és köszönjük a kollégáink segítő támogatását. Az én egyik kedvenc nótámat csak egyetlen egy kis gyerek örökítette meg, és nagyon szép lett. Én arra szavaztam. A zsűri nevében megköszönte a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek a pályázat elkészítésében nyújtott segítséget. Gyönyörű alkotások elbírálását a tanítónénik végezték. Az alkotások az iskola aulájában március közepéig megtekinthetőek. Március közepéig ki lesznek állítva ezek a művek, aztán pedig pár darab rajzot le kell, hogy szedjünk, hogy aktualizáljuk, de a tavalyiak is még csak most kerültek le, tehát nagy részük iskolánkat fogja dekorálni a következő évben is. A pályázóknak az oklevelet és a bronz, ezüst és arany ceruza díjakat Kovács Miklósné igazgató adta át. Egyre több az influenzás beteg, a védőoltást pedig még mindig nagyon kevesen adatták be maguknak, ezt mondta egy házi orvos. Egyre több az influenzás beteg, a védőoltást pedig még mindig nagyon kevesen adták be maguknak, ezt mondta egy karcagi házi orvos. Én vagyok az influenza figyelő a városban. Az utóbbi időben tényleg az elmúlt egy-két hétben szaporodtak az ilyen jellegű betegek száma. Lázakkal jönnek leginkább, hurutos tünetekkel, meglepő módon hasi panaszokkal és bélrendszeri tünetekkel is jár ez az influenza járvány. Valószínűleg vegyes kórképek vannak, nem csak influenza, hanem egyéb jellegű vírusos kórképek is vegyülnek. Előfordulnak szövődmények, párnapos rosszul lét után, átmeneti javulás után visszaesnek, és ilyenkor előfordul, hogy antibiotikus kezelésre is szükség van. Az idősek és a gyerekek számára ingyenes az oltás. A lehetőség megvan rá, ősszel minden esetben a ANTS rendelkezésükre juttatja az oltóanyagokat. Korlátozott számban szokták igényelni, sokan félnek a mellékhatásoktól, a médiában közszájon elég sok olyan információt terjed, hogy ettől lehet beteg valaki, és azért sokan félnek tőle, de kisebb számban szokták kérni tőlünk, és meg is szoktuk adni. A Takács Péter úti óvodában most fele annyi a gyerek, mint szokott. Lázasak, köhögnek, ezért otthon maradnak. Az óvodánkban 98 kisgyermek jár, és a hét elején tapasztaltuk azt a hét első két napján, hogy a gyermekeink megbetegednek, felső légúti megbetegedéssel kell, hogy jelezzünk a szülőknek, illetve a szülők jelzése alapján, hogy ők nem jönnek óvodába. Hát sajnos a hét úgy folytatódott, hogy a hét többi napján még több megbetegedésünk lett, így a hét közepére elértük azt a számot, követve a hiányzásokat és követve a felgyógyuló gyerekek állapotát is,
hogy az óvodáknak körülbelül a fele gyermek otthon maradt meg betegedés miatt. Amikor nyomon követjük a betegségeket, akkor a szülők elmondása szerint köhögnek, illetve orrfolyás jelentkezik. Lázas megbetegedés van közöttük, de az ritkább, nem jellemző. Viszont ez egy pár nap alatt nagyon hirtelen zajlott le, és ez volt számunkra inkább a meglepő. Az óvodában rendszeresen mossák a gyerekek kezét, szellőztetnek és fertőtlenítenek, de ezzel sem tudják megállítani az influenza terjedését. Az óvodában az intézkedéseket folyamatosan megtesszük, kézfertőtlenítés, szappanos kézmosás, folyamatos szellőztetést biztosítunk a nap folyamán a gyermekek számára, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük, illetve hogy ne legyen több megbetegedésünk sem már. Az óvodánkban minden csoportban van gyümölcsnap, illetve az étkezésünk mellé is az Essen mindig biztosít számunkra gyümölcsöt is. Ez úgy realizálódik a hétköznapokban, hogy szinte minden nap esznek a gyermekeink gyümölcsöt. A táplálkozásuk terén én azt gondolom, hogy minden a legnagyobb rendben van. Az óvintézkedések mellett még a játékok folyamatos fertőtlenítése is zajlik. A mosdóban a törölközőket is folyamatosan cseréljük. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan dolgot, ami megtehető volt, mi megtettünk. Az ANTS munkatársa meglátogatott bennünket a napokban, és mindent rendben talált. A fertőtlenítő szereink, a tisztító szereink teljes mértékben megfelelnek a betegség megelőzésnek. Ezekkel jól ellátottak vagyunk. Én azt gondolom, hogy mivel cseppfertőzés útján terjed, a gyermekek egymáshoz közel játszanak, és az első tünet, ami jelentkezhet akár itt is, már is tovább adta azt a baktériumot vagy vírust, amivel éppen szemben állunk most. Az építőipar növekedésének jelentős fékeződésére számítanak az idén az elemzők, az iparág tavalyi 21,7%-os bővülése után. Az építőipar növekedésének jelentős fékeződésére számítanak az idén a Karcag TV-nek nyilatkozó elemzők az iparág tavalyi 21%-os bővülése után. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett adatai szerint az építőipari termelés 27%-kal emelkedett 2019-ben, a 2018-as 21%-os és a 2017-es 29%-os éves növekedés után. Az épületek építése 20%-kal, az egyéb építményeké 23%-kal nőtt az egész évben. Tavaly decemberben közel 3%-kal nőtt az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője kiemelte, az építőiparban állandósulni látszik az a tendencia, hogy egyre hektikusabb és kiszámíthatatlanabbul alakulnak az iparág számai. A decemberi adat váratlan fékeződést jelent. Kifejtette, hogy a visszaemelkedő áfa és az egyéb bizonytalanságok is visszafoghatják a kibocsátást, a lakóingatlan piac érdemi fékező tényező lesz az építőipari konjunktúrában a következő években. Az állami infrastrukturális és egyéb ipari beruházások viszont továbbra is motorai lesznek az iparágnak, és fenntartják a lendületet. Azonban a kivitelezési kapacitáskorlát és a szakemberhiány itt is érdemi visszaesést jelent. A Takarékbank 2020-ban a magas bázis miatt is 6% körüli növekedést várt az építőiparban, alapvetően felfele mutató kockázatokkal. Az elemzés szerint az iparágban folytatódó béremelkedése és fehéredésre számítanak a következő években, mivel a képzett és tapasztalt munkaerő továbbra is óriási hiány az iparágban, illetve a hatékonyság növelő beruházások is tovább növelik a termelékenységet, így tovább folytatódott a már megkezdődött trend, hogy a szakképzett munkaerő egy része fokozatosan visszáramlik a hazai építőiparba, és némileg enyhülhet a kivitelezői kapacitáskorlát. Regős Gábor, a Századvég Magrogazdasági Üzletág vezetője rámutatott, decemberben lassult, szinte stagnálásba váltott az építőipar bővülése, amiben szerepe lehet a munkanaphatásnak is. A két építménycsoport eltérő dinamikát mutatott, az egyéb építményeknél jelentős növekedés, még az épületeknél érdemi csökkenés történt. Tovább tart az ágazatban az árak növekedése is, melyet a magas kereslet magyaráz a szűkös kapacitásokra való tekintettel a megrendelők hajlandóak a korábbiaknál magasabb árat is kifizetni az ágazat szolgáltatásaiért.
A szakember szerint a gazdaság várható fékeződése korlátozza a bérleti díjak növekedését. De mivel a gyengébb ütemű GDP bővülés hosszabb ideig alacsonyan tartja a kamatokat, az ingatlan befektetések továbbra is az aranykorukat élik. Tisztelt lakosság! Rózsa Sándor jegyző tájékoztatja önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Karcag településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek országos statisztikai adatvédelmi program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következőek. 15.39 munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei. 19.42 a lakosság utazási szokásai. 21.53 házastársi költségvetési és körülmény adatfelvétel naplóvezeti. 21.54 házastartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel éves kikérdezés. Az összeírási munkákat a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központi Kft. Statek Kft. Fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikákról szóló 2016 évi törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács rendelete általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban kerülnek közzésre. A lakosság részére a KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között a plusz 36 80 200 766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen ad további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és kutatási eredményével kapcsolatban a www.ksh.hu internetes oldalon található adatszolgáltatóknak per adatszolgáltatás teljesítése per elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, támogatását, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!